Sziasztok! Én Körházi Csaba, kriptobánya tulajdonos vagyok. Ennek a videónak a címe a kriptobánya megtérülése 4 év. Szerintem nem mondtam nektek most újat, ugye régi 3 hónap, 6 hónap, 8 hónapról ugye kiment 1 évre, aztán szerintem most 4 év. Ugye ezt meg tudod nézni, mert beírod azt, hogy mi Ethereumot bányászunk, hogy ETH kalkulátor, és akkor mi a Wattomine-on szoktuk megnézni, az eléggé részletes, hogy most mennyi a gép, mennyiért tudok bányászni, stb. És akkor végén kérdezik, hogy körülbelül 4 év egy gépnek a megtérülése. Ha azt hiszem, most jelenleg egyébként ez még mindig jobb, mint bármi, mert ugye régen hasonlították az ingatlanhoz, hogy mennyivel jobb, meg gyorsabb, persze, tényleg így van. Azért is csinált az, hogy nem egy gép, hogy ezt az egész bányát hoztam én is létre. De most a 4 évvel egyébként én mindig azt mondom, hogy nem vagyunk egyébként rossz helyen, mert egy befektetésben, főleg az, hogy ez aztán tényleg passzív, mert nem kell sokat foglalkozni. Jó, néhány egy-egy ilyen gépbe, egy-egy kártyacsere, ilyesmi belefér, de nekünk eddig azt mondom, még mindegyik kivétel nélkül egyébként garanciába belefértünk. És másfél év után kezdenek tönkre menni a kártyák, és még garancia tényleg az összes ki van cserélve, amivel már akkor kezdtünk, úgyhogy ilyen szempontból mi rosszul nem jártunk, és akkor kezdődik meg igen előről a 2 év. Viszont ami a lényeg, hogy ezt jó, hogyha tudod, ha most te kezdő bányász vagy, vagy ilyenbe bele akarsz menni, vagy befektetési lehetőséget látsz benne, akkor mindegy, hogy ki mit mond, fölmész a netre, megnézed, ETH kalkulátor, van egy csomó, egyébként bármelyikben megnézheted, és ott bizony ki fogja adni, hogy keresed, levonod a villanyszámlát, meg az összes többit, ami esetleg még lehet költség, és bizony kijön, hogy ez körülbelül most 4 év. Én úgy gondolom, hogy ez kevesebb nem lesz egyébként, hanem inkább csak több. Most belegondolsz, hogy 2 év múlva, ha jól tudom, akkor lesz egy felezési idő, hát az nyilván akkor még egyszer ennyire meg fogja növelni, mert ugye ott akkor dupla ilyen gyors gépek kellenének, abban megint be kell ruházni, stb. Nem tudom, hogy érdemes, ezt meg kell addig gondolni, de minden esetre ott akkor ezeket látod egyébként. Annyi baj, hogy előre kalkulálható, hogy most 4 év, addigra lehet egyébként 2 év múlva már 5 év vagy 6 év lesz, ha azt még megfelezik, akkor nyilván még több. És hogyha nézed, ahogy egyébként nő a bitcoinnak az értéke, tehát 9000 dollár fölött vagyunk, nyilván a bőságot ezzel most nem mondok, 9000 dollár fölött vagyunk, tehát ugye ez a difficulty, ez viszont erősödik, finoman szólva is, tehát hogy egyre kevesebbet tudok nyilván kibányászni, tehát ahogy megyünk fölfelé, ugye sok-sok géppel, most egy idő múlva fel annyit bányászok, mint mondjuk fél vagy egy éve, úgyhogy ezen is azt mondom, érdemes egyébként elgondolkodni, de ha most akarsz tényleg bányászatba kezdeni, vagy érdekel, akkor én azt mondom neked ezzel a felezési idővel is láttok egyfajta, hát olyan befejezési időszakot is szinte, hogy meddig éri meg még esetleg csinálni, hogy ott hogyan éri meg, hol éri meg, nem tudom, én napkollektorokat én ezért nyilván nem akarok ide tenni, mert az is egy plusz példa, akkor az is mikor jön vissza, tehát ez egy halott ügy nyilván. De ott én azt mondom, hogy ennek az egésznek egy picit látom a végét is. Addig vélhetően bányászok, aztán lehet, hogy ott az ember tényleg szétosztja a videókártyákat, és akkor lehet filmet vágni vele. Tehát ez nem egy haszontalan dolog. Ezért is kezdtünk és csináljuk úgy, hogy videókártyákkal, mert egyrészt bármi másikra átállhatunk. Illetve, hogyha ez megszűnik, én azt mondom, hogy egy év múlva még egy 8 gigás kártyát, ha még fél áron eladok, még akkor is jó, meg nyilván nyertünk is rajta, akkor ki lehet esetleg szállni, mert ezt darabonként én úgy gondolom, hogy lehet értékesíteni ezt az egészet. De ezen tényleg el kell gondolkodni, de még mindig azt mondom, hogy ha most én ingatlanos is vagyok, azt tudjátok, tehát ha most az ingatlan értékéhez növelem, vagy egy ingatlan megtérüléséhez, ami most egy kezdőnél nem 10, hanem 20 év, annyira elmentek az árak, és a bérleti díjak még nem mentek utána, tehát az most kb. 20 év, 15, ha ügyes vagy egyébként, akkor inkább 10, lehet ennél sokkal kevesebbet is, de akkor már profi befektető vagy, finoman szólva is. De azt mondom, hogy ez a 4 év, ha befektetés nézek, még mindig elég jó, csak azért lássad, hogy ennek valahol lehet egy vége is. Az ingatlan az mindig ingatlan marad. Én egyébként úgy gondolom, hogy maga ez a bitcoin
bányászat, meg kriptovaluta bányászat, én most már én úgy gondolom, hogy ez mindig meg lesz. Az, hogy mi mennyire éri meg, meg hol éri meg, itt ez a kérdés mindig az szerintem egy más téma, de én úgy gondolom, hogy ezt mindig érdemes ezt csinálni, csak nem biztos, hogy Magyarországon, ugye nyilván ez a hátültő, lehet, hogy fel kell pakolni az egész bányát, és akkor rovébb menni egy-két országgal. Egyébként még ez is beleférne, ha olyan a megtérülés, vagy ki lehet hozni, tehát lehet olyan számokat hozni, akkor ezzel sincsen baj, de ezeket lássad, és ez a 4 év, ez most 4 év. Ha valaki neked ilyet akar eladni, mert hozzám is még mindig fordulnak ilyenne, hogy 8 hónap a megtérülés. Tehát el szoktam mondani, hogy figyelj, ha akarod, adok el neked bányagépet, komplett, meg tudom, hogy működik, meg garancia, meg anyám tyúkja, de nem 8 hónap, tehát 8 hónapos megtérülés már nincsen, tehát igenis években mérhető, ha most kiszámolod, kikalkulálod, akkor ez az én kalkulációim szerint 4 év, ha neked kevesebb, akkor írd meg nyugodtan, meg azt is, hogy hogyan csinálod, mert nyilván kíváncsi, hogy én is szívesen tanulok tőled, de én most ebben 4 évet látok. Én nekem az ingatlanhoz viszonyítva egyébként ez mindig nem rossz, tehát én nem fejlesztem a bányámat, viszont tartom a szintet, mondhatom így, de jó lenne látni valami fényt az alagút végén, hogy ezt hogy tudom esetleg a megtérülést növelni, úgyhogy erre szívesen várnék tőletek tippet, jó? Úgyhogy amennyiben tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, vagy kérlek, megkérnélek, hogy írd meg, hogy te hol látod ennek a végét, vagy hol látod azt, hogy ezt már nem érdemes abszolút csinálni, mert most egy halvány nyereség nyilván van rajta, tehát ugye már csak morzsák az eddigihez képest, meg hogy meddig lehet ezt csinálni, meddig érdemes. Tehát erre tényleg kíváncsi lennék a véleményedre, mert én viszont bányászok, és én még 1-2 évet látok benne, de hogy ebben van-e több ebbe a bányászatba, mint 2 év, vagy ha nem Magyarországon, akkor szerintetek esetleg hol? Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél. Szia!